Dr. Zsúrján László, európai parlamenti képviselő, civil összefogásra buzdít ebben a témában, s a politika örvényeiből kiszedve az együttélés kérdését, egy mozgalmat indít, megtalálni az együttélés örömét, ember-ember között hidakat építve. A megbékélési mozgalom semmilyen politikai oldalhoz, se párthoz nem tartozik, kezdeményezője kizárólag a civil szférában és a polgári körökben gondolkodik. Nem ismerem elég mélyen a szerb társadalmat annyira, hogy meg tud-e állni civil oldalon a saját lábán, vagy sem. Ahhoz, hogy Európában el tudja foglalni Szerbia a maga helyét, erre a civil öntudatra szüksége van. A pártokkal pedig az a helyzet, hogy ha adva van egy párt, aki meghirdet valamit, például az zászlójára tűzni ezt a megbékélés gondolatát, a másik párt, aki vele versenyhelyzetben van, azonnal ellene fordulna. Na, ezt akarom én elkerülni. A Szabadkaihoz hasonló rendezvényt, kerekasztal beszélgetést tartottak már nagy sikerrel októberben Szlovákiában, Nagymegyeren, Szabadkát követően pedig márciusban Ukrajnában, áprilisban pedig Romániában találkoznak a megbékélési mozgalmat támogató civilek, polgári körök.